Brawl Stars Skinek több mint 500 van a játékban, de vajon nekem mennyi van meg, hiszen én már a globálizóta játszom ezt a játékot, úgyhogy kezdjük is! Gondolom, amire mindenki kíváncsi, hogy megvan-e a Star Shelly, sajnos ez, mint ahogy látjátok, nincsen meg, pedig amúgy nagyon adnám, de sajnos nincsen meg. Félre lehetek sok skinem van, de igazából nem nagyon tetszenek, úgyhogy ezt a PSG Shellyt használom, ez tetszik. Utána egyben itt jön Nitával, itt egyértelműen a szuper személy deszkint használom, ez szerintem a legjobb, ami nekem megvan. Itt vagyunk Kodnál, Kodra rengeteg skinem van, de itt is a bananeszkot használom, mert ezt tetszik nekem a legjobban, és ott még egy plusz végül, hogy amúgy ingyenesen tudtam megszerezni, szóval, ja. Utána itt vagyunk Bullal, itt pedig a Lion Bullt használom, rá is felett kettő skinem, de ugye a Lion tetszik a legjobban. Procreatingnél, hát rá is rengeteg sok skinem van, de a Hodrock Brock szerintem a legjobb, ami nekem megvan. Itt vagyunk Primomnál, és itt egyértelműen az Elbront kell használnom, egyszerűen ez a legjobb szerintem. Aztán itt vagyunk Bajnál, itt pedig az Unicorn Knight-ot szeretem a legjobban. Poco! Igazából Pokóra, igazából Pokónál nincsen kedvencem. A Despera, a Dólölölő Pokó, meg a Pokó Star, ezt a kettőt szoktam használni, úgyhogy ja. Rózára meg egyedül ez az egyetlen skinem van, én nekem tetszik. Itt vagyunk Jessie-nél is azért van elég sok skinem, de egyértelműen a Knight tetszik a legjobban. Jó, hiába lett ez remodelezve, de... akkor csak a Knight a legjobb. Dynamite itt pedig a Santa Mike-ot használom, csak az DM-re, mert ez már sohasem fog visszatérni. Tiknél meg úgy egy teljes skinem van, igazából bőven jó nekem. 8 bitre meg hát jó, 8 bitre nem kell beszélni. Itt van Rikóra megvettem a Gemel Screen meg a Final Boss is ugye meglett, de inkább a Final Boss használom, mert jutnak meg jobban tetszik, mint a Gemes. Aztán itt vagyunk Darylnél, rá retek sok skinem van úgy szintén. Sokáig a Moszkó Daryl volt a kedvencem, de amióta bejött a Crash Test, de amióta meglett ezt rá, ezúttal ez a kedvencem. Itt vagyunk Pennyre, itt pedig egyértelműen a Dark Penny a kedvencem ugyanúgy. Itt vagyunk a Kárnál. Néha váltogatok, hogy a Super Surfer Kár vagy a Dark Ride, de most inkább a Kár Dark Ride-ot adom. Itt vagyunk Jackie-nál, hát egyértelmű az út, hogy a Jackie, ez a legjobb valaha. Gászlom meg, sajnos még nincsen skinem. Itt vagyunk Bone, ahol egyértelműen szerintem a Hobo a legjobb. Még megvan a Horus Bone is, de inkább a Hobo-t adom. Ezért pedig megvettem a DJ-t, igazából már a legején, amikor bejött, úgyhogy én azt mondom a legjobban. Itt vagyunk Stunnel, hát itt egyértelműen a Headless Rider a legjobb. Itt vagyunk Piper és rettesen jó színe van, sőt Piperre van a három legjobb színem szerintem. Viszont egyértelműen a Piper az, ami a legjobb. Itt vagyunk Pamnél, itt megvettem az Evil Queen, Pamet van az elején, úgyhogy Pamizon top. Itt vagyunk Franknél, rá pedig megvan a Holiday Party Frank, amit én tökre adok, úgyhogy ezt fogom igazán mindig is hordom, hogy ugyanúgy. Itt vagyunk Bibi, ahol sajnos nincs meg a Torbik, biztosan nem lehet megvenni, az a baj. Úgyhogy addig megmarad a Zombi Bibi. Itt vagyunk Binnel, meg egyértelműen a Megabitől Bibi a legjobb screen, ezt annyira adom, hogy valami... Itt még a Nani egy pedig egyértelműen a Brown Friends-es Selene a legjobb szerintem, én ezt úgy szintén nagyon adom. Edgarra is retek sok jó skinem úgy, hogy három, viszont a Dr. Edgar szerintem a legjobban. Itt vagyunk Griffnél, ahol nemrég vettem meg a Chess-es Griffet, és ezt elég is adom, szóval ezt fog maradni éve. Itt vagyunk Gromnál, ahol pedig a Bunny Grom szerintem a legjobb. Bonnynál, hát Bonnyra sem sincsenek a jó skinek, úgyhogy hát. Itt vagyunk Gale-nél, ahol sajnos nincs meg a Season 1-es Gale! Itt vagyunk Colette-nél, ahol ugyanúgy rettek sok skinem megvan, de ezt szeretném mindig a legjobban. Itt vagyunk Bell-nél, ahol ugyanúgy a Pestes a legjobb. Estén is a Pestes a legjobb szerintem. Jó, mondjuk azért. Itt vagyunk Lola-nál, ahol én a Cobra-lát használom, ezt adom igazából. Emnél ugyanúgy a Pestes. Mendire meg sajnos se nincsen, de úgy szeretném meg fogom menni. Mézi, ugyanúgy a Pestes. Hengre meg sajnos nincs skinem. Perle meg ugyanúgy a Pestes. Larry-re ismételten nincs skinem. Egyelőre meg nincs, így jó van, de... Mortis pedig rengeteg skinem van, de szerintem a Rogue Mortis a legjobb, ami nekem megvan. Tarára... A Tarálnál van rengeteg sok skinem egyébként, ami jó. A Street Ninja, a Rage Squid, viszont ezt használom, igazából ezt mondom a legjobban. G-re meg egyértelmű. Megszerát! Ezt már szerintem tudjátok, hogy megszer melyik a kedvenc skinem. Mr. P... Hát... Amúgy nem tetszik ez annyira, de igazából ez a legjobb, ami megvan azok közül, szóval oké. Brawl-ra meg egyértelműen a Lunar Sprout, de még az ez is megvan való, de Lunar Sprout okoz. Bárőre az Overlord nyilvánvalóan. Squeak-re ugyanúgy, a Bunny Squeak, Lura, Pesses van, és ó, megvan a Brigir! Ezt a magyarszor ezt látom. Ráfra vagy igazából van skinem, de nem játszok, hogy ezt valami is értem, miért van a skinem. Bázzal meg sajnos nincs meg a Power League skin, pedig azt nagyon szeretem, de igazából ez is jó.
Hangre, mert csak ez az egy van meg, nyilván a pesszes. Eve-re is csak a pesszes. Janet-re is csak a pesszes. Otis-ra is csak a pesszes. Buster-re nemrég vettem meg igazából ezt a Bust, és ezt nagyon szeretem, szóval ezt fog maradni. Gray-re meg egyértelműen a detektíves, ez nagyon jó. RT-re szintén nincs meg semmi, az hogy? Willow-ra pedig ugye ezt megvettem. A Doug-ra nincs, Chuck-ra meg van ez az undormány, de mindegy. Charlie-ra ugyanúgy a pesszes, Mikóra pedig az. Melody-re meg még nincs. Spike-re ugyanúgy szintén rengeteg skinem van, de a Sakura nem a legjobban, úgyhogy az marad. Crow-ra pedig hát egyértelműen a Megacrow. Azt is nagyon szeretem, de a főnix nem tudok. Nyomorra egyértelműen a Triton-trites. Sandy-re pedig egyértelműen a sugáros nyilván. Ember-re meg egyértelműen a Frost Queen, ez túl jó ez a skin, ezt nyilván adom. Meg, de meg a Monster Truck, tényleg ez is megvan, Jézusom. Törje pedig egyértelműen a Kongos, nem pacek. Tether egyértelműen a Wood Spirit-es, ezt nagyon adom úgy szintjén. Cordelius meg úgy szintjén a Pesses. Kitre pedig, hát igazából ezt jobban szeretném, mint az összes Pesses. Úgyhogy ez lett volna a Locker túrom. Remélem tetszett nektek ez a videó, tudom, picit csillesebben vettem a formát, de remélem azért jó volt. Találkozunk legközelebb, nálad akkor, sziasztok!